A rém A csillagok ragyogtak az égen, A csillagok ragyogtak a jégtükörben, Szellő sem zavarta a csendet. Ekkor Tímár Mihályt egy hang üdvözli a háta mögül. Jó estét, uram! A hang, a véletlen szó felriasztja tompa merengéséből, A nyitott erkéről visszatér szobájába, Hol lámpáját égve s a kandallót felszítva hagyta. A lámpa és a tűz még világítanak ott A terem lépcsőre nyíló ajtaja előtt a kettős világításban egy alak áll, melynek láttára tímárnak minden idege elzsibbad. Nem ismeri az előtte álló alakot, és mégis tudja, hogy ki az. Hideg éjszakán, a vak köt közepett, a Duna jegén keresztül szökött ő e rémalak elől. Egy tengerész ruhába öltözött férfi, a tengerész öltönyt a tél és az ivatarok ugyanerősen megviselték. A gallér aranyszegézete kibomladozott, mintha nem valami tisztességes kormány parancsára, hanem csak valami színpadi látvány kedvéért lett volna az odavarva. A posztó zöld színe a vállakon megfakult, s egy pár gomb le volt róla már szakadva. A jobb karján pedig egy jókora szakadás fehér cérnával volt összevarva. A tengerészcipők sem voltak jobb állapotban, elől az orraiknál szétvált a varrás, és a mesztelen lábujjakat engedte láttatni. Egyik éppen valami pokróccal volt bekötve. A rongyos hüvelyhez éppen hozzávaló volt a gazdája is. Naptól rezesült arc, elhanyagolt szakállal, leborotvált bajusz helyén feltarlózott borosta, aztán egy fekete sejemkendő, keresztül kötve a fél homlokon, mely a fél szemet eltakarja. Ez az alak mondta Tímárnak azt, hogy Jó estét, uram! Ki az? kiállta rá Tímár. Ej, ej, édes apuska, hát nem ismerőm már rám, szólt gúnyos nyájaskodással az idegen. Krisztián! át Ilmár. Az, az, a maga kedves tódorkája, az egyetlen egy Krisztián tódor, a maga kedves kis fogadott fia, mégis hogy rám ismert szépen. Mit akarsz? Amit leghamarabb akarok, szólt az ágról szakadt. Ezt a dupla puskát a kezembe keríteni, mert nehogy eszébe jusson önnek az a szavam, amivel legutolsó találkozásunkkor elváltunk. Ha még egyszer ön elé lépek, lőjön keresztül mivel hogy megmásítottam már a véleményemet. Ezzel a jövevény felvette tímárnak a fegyverét, mely a szögletbe volt támasztva, s annak mind a két sárkányát felhúzva, leveté magát a kandalló elé egy karszékbe, a fegyvert lövésre készen fektetve végig a térdein. Így né? Már most beszélhetünk egymással nyugodtan. túl elfáradtam, s messziről jövök. Az ekvipázsom cserben hagyott, s egy részét az útnak gyalog kellett hátrahagynom. – Mit akar ön itt? – szólt hozzá Témár. – Legelőször is egy tisztességes öltözőruhát, mert ez a mostani már nagyon magán viseli az időjárás viszontagságainak nyomait. Témár odalépett a szekrényhez, kivette onnan saját asztrakán prémes bekecsét, s a hozzá tartozó egyéb öltönydarabokat, és mindazokat lerakva a padlóra kettőjük közé, Némán rámutatott. A csavargó félkezében tartotta a puskát, újját szüntelen annak ravaszán nyugtatva. Másik kezével egyenként fölemelgeti az öltönydarabokat, s műbíráló arcfintorgatással vizsgálta azokat sorba. Jó, jó, hanem ebből a kabátból még valami hiányzik. Mit gondol ön? Mi szokott vele együtt járni? A pénztárca. No hát nem igaz? Témár szótlanul kivette fiókjából odaeltett tárcáját, s azt is oda beté neki. Az országkerülő elkapta azt félkézzel, fel is nyitá a fogai segélyével, s aztán végig számlálta a benne levő pénzt, ezreseket és százasokat. No, ez is csak valami, szólt oda dugva a tárcát a bekecs zsebébe. Szabad még egy kis fehér neműt is kérnem, mert biza mostanit már két hét óta viselem, s attól tartok, hogy már majd nem lesz szalonképes. Ti már adott neki szekrényéből fehér alsó ruhákat. No, már most el vagyok annyira látva, hogy hozzákezdhetek a toalettemhez, mondta cinikus enyelgéssel hanem elébe egy kis magyarázatot kell önnek adnom, hogy majd egyet s mást, amit meg fog ön látni, mikor levetkőzöm, érthetővé tegyek nagyságod előtt. De hát mi az ördögért nagyságoljuk mi egymást, mikor olyan régi jó cimborák vagyunk? Legyünk, pertú! Tímár szótlanul ült le asztala mellé. Hát, kedves pajtásom, kezdi a szökevény, szemére kötött kendőjét megigazítva. Emlékezel rá, ugye, hogy te engemet néhány esztendő előtt elküldtél Brazíliába, ugye? Ej, hogy el voltam lágyulva akkor, akár egy szivacs. Édesapámnak fogadtalak, s felfogadtam, hogy ezentúl becsületes ember leszek. De te nem azért küldtél engem Brazíliába, hogy én ott becsületes emberré legyek, hanem azért, hogy ne legyek utadban ezen a hemiszfériumon. Nagyon bölcsen kiszámítottad, hogyha egy ilyen romlott vérű fickó, akiben nincs már egy csepp jó indulat, elmegy oda abba a világrészbe, ahonnan az asszony mérget idehozták Európába, és beújtották a fehérbőrűekbe, hát okvetlen el kell neki pusztulni. Vagy eldöglik, vagy zsivány lesz belőle, vagy a tenger elnyeli, vagy agyonütik, valahogy csak ellesztéve az útból. Tímár csüggetten hajtotta tenyerébe a fejét, s nem tudott a rémnek arcában nézni, hogy ellent mondjon neki. Az a felülkerült gonosztevő döjfös gunnyával folytatá. Hát ugye, rám bíztad a sok pénzedet. Mi volt az neked? Polyva, Számítottál rá, hogy majd lopni fogok belőle, akkor megfogadsz, becsukadsz. Egészen úgy történt, ahogy akartad. Egy párszor ugyan megtehettem volna azt is a kedvedért, hogy meggebedjek azokban a drága betegségekben, amiket az indiákon a fájáról lehet szedni, de csak kilábaltam belőlük a te örömödre. Egyszer aztán hozzáláttam teljes erővel a szolgálattételhez. Elloptam a pénztáradból tíz millió rejszt. tíz <laughs> millió rejsz. Azok a tolvaj spanyolok fél krajcárokban beszélnek, hogy annál nagyobbnak lássék az összeg. Az egész alig tesz százezer forintot. Hű, ha tudnád, minő szép szemeik vannak ott az asszonyoknak, nem is sokalnád értük. Azok nem is akarnak viselni egyebet, mint igaz gyöngyöt, de illik is a nyakukra, hanem hát már ennek vége van. Most itthon vagyunk, és be kell érnünk olyannal, amilyen van. Ha nincs ananász, jó a krumpli. A fickó még érzékeny ömledezésekhez kezdett. Hanem hát az a te ostoba ügynököd oda át. A spanyol más szempontból fogta fel a dolgot, és engem elcsípetett. A gaz törvénybírák elé állítatott, és ezek a gézengúzok elítéltek engem ezért az ifjúkori botlásomért. Képzeld! Tizenöt esztendeig gája a rapságra. Na no, már mondjad, nem barbarizmus ez? már reszketett. Azt tették velem, hogy levetkőztettek szép gavallér ruháimból, s nehogy eltaláljak tőlük valahogy veszni, egy tüzes vassal a lapockámra sütötték az akasztófa bélyegét. A szökevény eszónál leveté tengerész kabátját, s szennyes ingét lerántva balválláról, megmutatá Tímárnak a még égő vörös bélyegnyomott lapockáján. Keserű humorral nevetve hozzá. Látod, elbillogoztak a szávodra, mintha csikód vagy tinód volnék, hogy el ne tőled, pedig hiszen én úgy sem szököm el tőled. Ne félj! Tímár lélekkínzó kíváncsisággal nézte az égetett bélyegnyomot a nyomorult vállán, s nem bírta szemeit elfordítani róla. Na, ez is meg volt. Akkor odavittek a nyakamnál fogva a gájára, és egy tíz fontos vassal a lábamat oda vasalták a gájapathoz. Nézd csak, annak is itt van a helye. Ezzel lerúgta lábáról a rongyos bakancsot, s megmutatta Tímárnak a bokáján támadt véres törést, mely hegedő sebbé mérgesült el. Ezt is tőled kapott emlékül viselem, kötekedék a szökött fegyenc. Tímár szemei oda voltak bűvölve a sebrongált a lábhoz. De hát képzeld, kedves szimborám, milyen jó a sors! Micsoda csodálatosak a mennyei gondviselés utai! Hogy vezeti a szegény szerencsétlen szenvedőt véletlenül a nem várt boldogság örömei közé? Éppen arra a padra, ahová engem ilyen kegyesen kipányváztak, volt egy öreg, tüskés érdemes férfiú szintén levasalva. Ez lett volna nekem 15 esztendőre való hálótársam. Csak illő, hogy az ember ilyen hosszú időre eljegyzett mátkájának jól a szeme közé nézzen. Rábámulok, s azt mondom neki spanyolul. Szenyor, nekem úgy tetszik, mintha én uraságodat láttam volna már valaha. Láthattál bizengem vakúj meg, felett rá az öreg. Ekkor megszólítom törökül. Effendim, nem kószáltál te törökországban valaha? Voltam én ott is. Hát mi bajod vele? Ekkor szólok hozzá magyarul. Nem úgy hittak téged eredetileg, hogy Krisztyán? Az öreg rám bámult, iszonyúan, s azt mondta: igen. Akkor én vagyok a te fiad Tódor, a te kedves kis Tódor kád, a te egyetlen magzatod. <laughs> – Képzel, cimborám, feltaláltam az apámat, az én rég elveszett apámat a föld túlsó oldalán, a gájarab padon. A mennyei gondviselés így csodálatos utakon vezérelte az egymástól rég elszakított apát és fiút egymás ölelő karjaiba vissza. Ha, 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 Hanem kérlek, adj egy kancsó bort, meg valami harapnivalót, mert éhes és szomjas vagyok, és még igen sok érdekes történetet kell elmondanom, ami téged mind nagyon fog mulattatni. Tímár teljesítette a kívánságát, adott neki sonkát, kenyeret és bort. A vendég odaült az asztalhoz, térdei közé fogta a puskát, és elkezdett falatozni. Oly mohón evett, mint egy kiéhezett kutya, s nagyokat ivott rá, pattintva a szájával az ivás után, mint ínyencek szokták, kiknek nagyon jól esett az a korty. És aztán beszélt teletömött pofával. Hát, amikor így átélveztük a viszont találkozás örömeit, azt kérdé tőlem a kedves papa, gyöngéden fejemre ütve az öklével. Hát te, agasztó fára való, hogy kerülsz ide? Nekem természetesen tiltotta a fiúi tisztelet, hogy hasonló kérdést intézzek az én életem okozójához. Mondám neki, hogy elvettem tízmillió rejszt egy tímár nevű uraság pénzéből. Hát az hol lopta ezt a sok pénzt? Ez volt rá az öregem megjegyzése. Mondám neki, hogy az nem lopja a pénzét, mert az igen derék, nagy birtokú uraság, kereskedő, földes úr, hajó tulajdonos. Az öregem nézete e tárgyban javíthatatlan maradt. Az mindegy. Akinek pénze van, az azt mind lopta. Akinek sok van, sokat lopott. Akinek kevés van, keveset lopott. Aki nem maga lopta, annak az apja, a nagyapja lopott. Éppen 133 neme van a lopásnak, s azok közül csak 23 olyan, amiért az ember a gájára kerül. Látva, hogy az öregemet nem bírom jobb nézetre vezérelni, nem vitatkoztam vele e tárgy fölött tovább. Akkor aztán ő kérdezte. Tehát, hogy hozott téged az ördög össze ezzel a tímárral? Elbeszéltem neki a dolgot. Ismertem ezt az urat, mikor még szegény hajó biztos volt, s maga hámozta a burgonyát a hajókonyha előtt a gulyás húshoz. Egyszer egy szökevény basát kellett felszaglásznom a török rendőrség megbízásából, s az éppen tímár hajóján szökött Magyarországba. Ennél a szónál az öregem felhúzta a koponyája bőré. Ha-ha-ha! olyan mozgékony fejbőre volt, csupán nevetség volt nézni, mikor alás felmozgatta. Mikor felhúzta, a rövidre vágott serték úgy álltak az ég felé, mint a majom szőre. Hogy hitták azt a basát? Mordult rám az öreg. Ali csorbacsinak. Ali csorbacsi, ordított fel, nagyot ütve az öklével a térdemre. Azt hittem, erre a szóra beleugrik a tengerbe. Ha, -ha, ha, nem lehetett ám a vastól. Te ismered őt talán? Erre megrázta az öreg a fejét haragosan, lehúzta a fejebőrét a homlokáras, azt mondta, hogy folytasd, mi lett Ali Csorbadzsiból. Elmondtam neki a dolgot az Ogradinai szigetnél ráakadtam, akkor egy varga betűvel eléje kerültem a hajónak, Spancsovánál készen vártuk, hogy elcsípjük. Hanem a hajó basa nélkül érkezett meg. Az út közben hirtelen meghalt, s mert sehol a parton nem engedték eltemetni, utoljára is a vízbe temették el. Ezt mind okmányokkal bizonyította be Tímár. S az a Tímár akkor szegény ember volt? kérdezi az öregem. Akár maga. Mostan pedig milliói vannak. Azokból voltam én szerencsés tízmillió rejzt elkölthetni. Na no, hát lásd, te ostoba, hogy igazat mondtam. Lopta a kincseit. Kitől lopta? Áli Csorbancsitól. Megölte a vasát az úton, s eldugta magának a kincseit. Nekem csak szemem szám elállt erre a szóra. Olyan sápat lettem, mint amilyen te vagy most, kedves Ciborá. Na nézd, én erre a gondolatra soha se jöttem volna. Hát ide hallgass! Dörmögött az öreg, és azzal a fejét két térdére fektette. Mintha most is látnám, hogy sandított felém azokkal a hiú szemeivel. Már most majd én mesélek neked valamit. Én ismertem Ali Csorbacsit. Nagyon ismertem. Tolvaj volt az is, mint minden ember természetesen, akinek sok pénze van. 122. és 123. tolvaj volt. Ezen sorszám alatt jönnek a kormányzók és kincstárőrök. Rá voltak bízva egy másik tolvajnak a kincsei. Ez a numeró 133, a szultán. Egyszer én megtudtam, hogy a Numero 132. tolvaj, a nagyvezér, ki akarja tekerni a nyakát a kazniárnak, hogy amit az innen-onnan összelopott, ő visszalopja magán én is a török titkos rendőrségnél voltam. Csak olyan numeró tíz, bukott, szökött kalmár. Valami jó gondolatom támadt, ha én egyszerre a numero ötvenig fel tudnék avangírozni. Oda mentem a basához, fölfedeztem neki a titkot, hogy ő is benne van már a lajstromban, ami egy csoport gazdag embert foglalt magában, akiket a miniszterek, mint összeesküvőket meg fognak zsinegeltetni, s aztán a pénzeiket beseprik szépen. Hanem hát, mit adsz, ha megmentele de együtt? Ali Csorbadzsi azt mondta, hogy minden kincseinek odaadja egy negyed részét, ha egyszer biztos helyen leszünk. Ja, mondtam. neki, Én szeretném tudni, hogy mi az a minden, mert én bekötött szemmel nem alkuszom. Én családapa vagyok, nekem fiam van, annak a sorsát akarom biztosítani. Ha, 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 az öreg olyan komolyan mondta azt, hogy még most is nevetnem kell rajta. Fiad van, kérdi akkor a basa apámtól. No jó, ha megmenekülök, nekiadom az egyetlen leányomat, és akkor minden vagyonom a családban marad. Még ma küld el hozzám a fiadat, hadd ismerem meg. Teringet! ha én azt akkor tudtam volna, hogy az a gyönyörű, szép, fehér arcú hölgy azokkal az egymást érő szemöldökkel nekem van számva. Hallod ezt, cimbora? De már erre innom kell egyet búfelejtésül. Megengedett, hogy ezt a poharat ő a legbájosabb úr-hölgy tiszteletére ürítsen ki? A martalóc zsivány udvariassággal hörpenté ki poharát felállva. Azután ismét visszahelyezkedett a karszékbe, és közben a fogai szívogatta cuppanós hanggal, mint aki már jól lakott. Hát az én apám, szépen rád erre az alkura! Abban egyeztünk meg, mondta az öreg, hogy Ali Csorbadzsi legdrágább értékeit berakjuk egy bőrzsákba, azt én magammal viszem egy angol hajóra. S mint gyanútlan ember a Málhával együtt, akadálytalanul eljutok Máltáig. Ott bevárom Ali Csorbadzsit, kileányával együtt, minden Málha nélkül távozik el Szambulból, mintha sétakocsikázásra menne, És majd aztán álutakon a Píreuszi öbölben, a hidrioták hajóin elmenekül Máltába. A basa legnagyobb bizalmát ruházta rám, odaeresztett a kincstárába. Egyedül, hogy felne ne tűnjék, ha ő maga megy oda, s rám bízta, hogy válogassam ki, amiket legértékesebbnek tartok, s azokat rakjam a zsákba. Még most is el tudnám számlálni sorba azokat a drágaságokat, amik kezem alatt lettek kiválogatva. A drága kámeák, az igazgyönt sorok, a gyűrűk és boglárok, a hátszelence csupa merő szoliter gyémántokkal tele. Nem tudtál magadnak egyet eldugni belőlük, mondám az öregnek. Te marha, förmet rám! Minek loptam volna el egy émántot, numero 18 tolvaj, mikor az egészet módonban volt ellopni? De rég gyerek voltál, öreg? Voltam ördögött, marha voltam. Úgy kellett volna tennem, ahogy te mondod, bár legalább azt az egy klenódiumot zsebre dugtam volna, ami legjobban megtetszett valamennyi között a basa feleségének az arcképe két sor brilliánt közé keretezve. Tímárnak az arca a hipokrateszi halálmerevedést fejezte ki e szavak hallatára. A senkitől nem ismert titok egy embernek mégis kezébe jutott, s ettől az embertől nem várhatni irgalmat. Apám folytatá az elbeszélést. Én megtömtem a bőrzsákot, s kihoztam a basához anélkül, hogy gyanút költöttem volna. Ő még néhány tekercset tett a kincsek közé. Azután egy mesterséges zárral belakatolta az egészet, a zsák négy szegletét pedig ólompecsétekkel foglalá össze. Engem azután elküldött egy gyaloghintóért, hogy látatlanul távozhassam el a bőrzsákkal. Nem telt bele egy negyed óra, hogy visszatértem hozzá. Akkor átadta a zsákot a mesterséges angol acéllakattal, négy ólompecséttel, én köpenyem alá vettem azt, s a kertajtón át kiosantam bele a horcékig. Még útközben is megtapogattam kezemmel a zsák tartalmát, s jól éreztem benne a boglárokat, a gyöncsorokat, az akhát szelencét, s a lujidóros tekercseket. Egy óra múlva az angol hajón voltam, s aztán felszettük a horgonyt, és indultunk ki az aranyszarv öbölből. És engemet nem vittél magaddal Máltába, feddém én fiúi elkeseredéssel az öreget. Hát aztán a basa szép leányát kivette volna el. Erre egy bolond, kiállta az öreg, kellettél is nekem, akár a basád meg a szép leánya, nem akartalak én benneteket megvárni Máltában, hanem azzal az uti költséggel, amit a basától kaptam áthajóztam egyenesen Amerikába, és a bőr tarisznya is velem jött. De képzeld! Az átkozott! Mikor már biztos helyre értem vele, ahol senki az ördög rám nem találhatott, s ott fogom a bicsakot, s kihasítom a bőrzsák oldalát, hát mi dől ki belőle? Rízgombok! Rostás patkók! Az ahát szelence helyett Telegyémántokkal egy S a tartó, és a Luidor tekercsek mind meg annyi göngyölegek voltak, amilyenekkel a káplároknak fizetik a közkatonák számára való heti pénzt. A gazember tolvaj még engem is meglapott. Ez nem fordult még elő a rubrikámban a numeró 133 között. Ennek még a sincs. Az öreg dühös volt, csak nem sírt így ráhagyni magamat szedni a töröktől. A tolvaj az alatt, míg én a gyaloghintóért jártam, egy egészen hasonló zsákot tömött meg, mindenféle kacsattal, azzal eresztett engem a tengerre. Ő meg az alatt elfutott másfelé az igazi kincseivel, s elvitte a tőlem nyert titkot ingyen. De lá, hogy van igazság nem csak a földön, hanem még a vízen is, mert a nagy tolvaj egy magánál még nagyobb tolvajra akadt, aki őt útközben megölte és kifosztotta. És ez a rendkívüli ember a nagy tolvajtól kergetett, kis tolvajt meglopott fő tolvajnak, agyon te vagy az aranyember, levetinci már Mihály, kedves cimborám! szólt a szökevény felállva, és gúnyosan meghajtva magát. Tímár nem mondott neki ellent. És már most beszéljünk egymással más hangon, szólt Krisztián Tódor, de mindig három lépés távolból, és meggondolva részedről, hogy a puska csöve feléd van irányozva. Tímár hidegvérrel nézett a cső űrébe. Ő maga töltötte meg azt golyóra. Ez a fölfedezés egészen elvette a kedvemet a gájarapságtól, folytatá a kalandor. Sehogy sem tudtam megbékélni azzal a gondolattal, hogy mi joga van a nagy tolvajnak ide láncoltatni a gájapathoz a kis tolvajt. Lám ha Ali Csorbadzsi kincseit nem ti már, Mihály, hanem az én apám kaparinthatja el, most én gazdag gentleman volnék, egyetlen majoreszkó, és a kutya sem ugat rám azért, hogy az őseim hogy szerezték a nagy vagyont. Csak úgy, mint a mostani bárók, grófok ősei, a rauh-britterek. És a most nekem itt kell megveszekednem a büdös tengervízen. És mindezt miért? Azért, mert ti már Mihály nem csak azokat a kincseket kapta el az orrom elől, amik nekem voltak számba hanem még azt a leányt is, akit nekem kellett volna elvennem. Azt a kis pöszke, vad -teremtést, aki a puszta szigeten nevelkedett a számomra. Még ezt is tímárnak kellett elkapni előlem, akinek szüksége volt egy szeretőre, mert hiszen azzal a feleséggel csak nem lehetett boldog, akinek az apját megölte, tehát kellett neki mellette szerető, nehogy aranyhírének megártson vele, mert az egész világ tiszteli benne az erény képét. Hát nem választott magának barátnőt a balett, a cirkusz szépségei közül, amiket magamforma jó ízlésű ember az ő helyzetében preferálna, hanem kikeresett magának egy olyan szegény leányt, aki nem tud semmit a világról, aki nem jön soha az emberek közé, akiről ki nem sül soha, hogy Tímár úr örömeit osztja. Fúj, Tímár úr! És ezért kellett engem tizenöt esztendőre a Gájapathoz láncoltatni? Csapás, csapásra hullott Tímár megalázott fejére. A vádnak sújtópontjai hiszen egyenként nem voltak igazak. Ő nem ölte meg tíme apját, nem lopta el kincseit, nem csábította el Noémit, nem láncoltatta meg Tódort. És az egész vád a maga összességében mégis oly elbírhatatlan. Ő álszínt játszott. S most minden bűnbe belekeveredett emiatt. A szökevény tovább beszélt. Mikor a Barra do du Rio do du Grande du Sul öblében időztünk, kiütött a hajónkon a sárgaláz. Az apám is megkapta. Ott halódott mellettem a padon. Nem vitték el. Az nem szokás. A gályarabnak ott kell meghalni, ahova levasalták. Az nekem nagyon kellemetlen helyzet volt. Az öreget egész nap rázta a hideg, káromkodott, és a fogai vacogtak hozzá. Kiállhatatlan volt az öreg a maga káromkodásával, mindig a szűz Máriát szitta, és magyarul káromkodott. Már miért nem káromkodott spanyolul? Az is igen szépen hangzik, hogy a többi társak is érthették volna. És miért szitta a madonnát? Azt én nem tűrhetem, hiszen vannak férfi szentek elegen, szidja azokat de egy hölgyet megsérteni jó nevelésben részesült embertől, nem gentlemanhez illő magaviselet. Emiatt egészen meghasonlottam az öreggel, nem azért, mintha azt resteltem volna nézni, hogy haldoklik ott mellettem sárgalázban, ami holnap rám ragadhat róla, s ami nem tartozik a legkellemesebb megdöglési módok közé, de egyenesen csúv szitkozódásai miatt elhatároztam, hogy megszököm tőle bárha oly erős kötelékek kapcsolnak is bennünket egymáshoz, mint minket, apát és fiút, én azokat el fogom szakítani. El is szakítottam szerencsésen, három más társammal összebeszélve. Csak azt az időt kellett bevárnunk, mikor az öregem már a halálos agónia félrebeszélési időszakába esik, mert különben azzal fenyegetőzött, hogy ha meg akarok szökni mellőle, hát fellármázza az őröket. Akkor lefűrészeltük éjszaka a láncainkat. A porkolábot, aki észrevette szökésünket, mielőtt kiálthatott volna, beledobtuk a vízbe. Azzal eloldottuk a kis csónakot, s nekiereszkedtünk a tengernek. A hullám nagyon magasan járt, a parthoz közel felfordította a csónakunkat. Az egyik társam nem tudott úszni, az belefulladt a vízbe. A másik tudott úszni, de nem olyan jól, mint a cápa, mely utána úszott. Annak csak a halálordítását hallottam még, amint a tengeri angyal egy kapással derékig feltolta a vízből. Magam kiúztam a partra. Ebből is láthatod, hogy én nekem még van valami dolgom a világon. Te, mint jó kalvinista, én, mint jó müzülmán, mind a ketten hiszünk a predestinációban nem volt kevesebb szándékom, mint hogy visszakerüljek Európába. Tégedet akartalak látni. Most már te vagy az egyedüli apám. A másikat azóta elnyelte a cápa, s legalább annak a hasában biztosítva van, hogy nem jut a pokolba, mert onnan nem veheti ki az ördög. Hogy mint jutottam ehhez a tengerészgúnyához, azután meg mindenféle útlevélhez, úti költséghez, ami mind szükséges az óceánon járáshoz, azt majd elmesélem neked egyszer egy pohárbor mellett, ha ráérünk, hanem elébb végezzük el az üzletünket. Mert hiszen tudod, számadásunk van egymással. A kalandor megtapogatta a bal szemére kötött sejemkendőt. A rosszul hegedősebb, kellemetlen emlék lehetett ránézve. A nagy hidegben nem volt jó azzal ennyit járni odakin. Tehát én legegyenesebben ide jöttem Komáromba, ahol rendes lakásodat tudtam, hogy majd ott felkereslek. Nem jöttél meg a külföldről, mondták ügynökeid. Hogy melyik pontján járhatsz a külföldnek, azt nem tudta megmondani senki. Jó, megvárlak, míg hazajössz. S hogy az idő ne tejék hiába, eljártam a kávéházakba. Ott megismerkedtem a katonatisztekkel, akiknél egyenruhámnál fogva rögtön kész volt a barátság. Aztán eljártam a színházba. Ott megláttam azt a gyönyörű szép úrhölgyet, azzal az alabástrom fehérségű arccal, azzal a szenvedő méla tekintettel. Talán kitalálod, hogy kicsoda? Társaságában egy másik szép hölgy szokott mindig lenni. Hú, begyilkos szemei vannak. Valóságos tengeri kalóz szoknyában. Aj, te szeretnék egy olyan zsiványbandának a tagja lenni, amelyiknek ő volna a kapitánya, és nem bánnám, ha vagy öt évre egymás mellé láncolnának bennünket a gájapadra. Na, no, de félre az érzelgéssel. Beszéljünk üzletünkről. Én hozzáfogtam a terénum szondírozásához. Egyszer kicsináltam, hogy az öldöklő angyal mellé jussak a zárt széken. Udvaroltam neki. Szívesen vette. Kértem, hogy legyen szabad látogatást tennem. Akkor úrnőjére utalt. Attól függ minden. Én nagy magasztalással szóltam a tisztelet gerjesztő madonnáról, és megemlítém, hogy volt szerencsém családját ismerni Törökországban, s hogy meglepően hasonlít az anyjához. Hogyan? kérdi a szép kis asszony. Ön ismerte az asszonyság anyját? Az nagyon fiatalon halt meg. Csak arcképét láttam felelém édesatjánál, ki nekem igen jó emberem volt. Egy csak nem íj, halavány, mélázó arc, két sor brilliántból alakított kerettel, ami megért százezeret. Ah, ön is látta e szép ékszert, mondta a szép kisasszony. Nekem is megmutatá az úrnőm, mikor Levetinci úrtól ajándékba kapta már ökleit szorítá össze tehetetlen dühében. Ah, tehát már most itthon vagyunk, folytatá a kalandor kegyetlen mosolygással fordulva a kínzott férfihoz. Tehát te ajándék voltad neki Ali Csorbadzsi leányának az apjától lopott ékszert. Akkor a többi is a te kezedbe jutott, mert egy helyen voltak. Akkor nem tagadhatsz semmit. És már most tehát egyelő rangunk van. És ha tetszik, tegezzük. Ha tetszik, nagyságoljuk egymást. De semmi esetre ne zsenírozzuk magunkat úgy beszélni egymással, ahogy illik. Tímár egész testében bénultan ült ez ember előtt, kinek kezébe adta a sors. Nem volt annak szükség a fegyvert rászegezve tartani. Nem volt Tímárnak a székről felkelni való ereje sem. Hanem te sokáig várattál magadra, barátom és én kezdtem nyugtalan lenni miattad. A költségem is elfogyott, pénzes leveleim, miket gazdag nagynénémtől, az admiralitástól, jószágigazgatómtól és bankáraimtól minden nap kerestem a postán, megfogható okoknál fogva csak nem akartak megérkezni, és amellett akárhová mentem, mindenütt téged magasztaltak. Lángeszű kereskedő, óriási talentum, szegények jól tebője volt a neved, Arról is hírhedett voltál, hogy milyen példás családi életet élsz. Mustrája vagy a férjeknek, akit halála után megégetnek az asszonyok, sporodból minden férnek adnak be egy szemernyit. <laughs> Ti már elfordította arcát a világosságtól. De talán untatlak is már, No, hiszen mindjárt rátérek az üzletünkre. Egy napon nagyon rossz kedven volt, amiatt, hogy mégsem jöttél haza, s a tiszti kávéházban, hol valaki előhozta a nevedet, bátor voltam némi szerény kétkedésemet fejezni ki az iránt, hogy egy emberben ennyi tökéletesség lehessen felhalmozva. Erre egy goromba fickó pofon ütött. Megvallom, erre az egyre nem számítottam. Úgy kellett a pofámnak, minek járt el a szám. Meg is bántam, mint a kutya, hogy felőled egy tisztelettelen szót ejtettem, s a kapotletkét meg fogom becsülni. Többé nem rágalmazlak, hanem hát jó lett volna, ha csak a pofon mellett maradunk. Azt én nem szoktam magamnak feljegyezni, hanem a goromba fickó még azon felül arra is kényszerített, hogy verekedjen meg vele, a te megsértett jó hírnevedért. Mint megtudtam, ez a bolond ember éppen a fehér arcú madonna imádója volt leánykorában, és most az verekszik meg a madonna férjének becsületeért. Ez is olyan ritka szerencse, ami csak tevelet veled történhetik meg az életben, aranyember, hanem én köszönöm a szerencsédet annak megint csak én adtam meg az árát. Kaptam a fejemre egy vágást, végig egész le a szemöldökömig. Tessék megnézni! A szökevény felhúzta a homlokáról a fekete sejem köteléket, mely alatt egy hosszú sebb hely látszott meg, elpiszkult tapasszal összefoglalva. A tapasz szélein túlterjedő mérges vörösség mutatta, hogy a seb most is gyulladásban van. Tímár borzadba nézett rá. Krisztián Tódor újra szemére húzta a takarókendőt, s cinikus humorral mondá. Ez az emléka, a numero három, amit a bőrömön viselek a te barátságodért. No de jól van, annál több áll a tabella hábenen a számomra. Komáromban ez eset után többé nem maradhattam. A dolog feltűnést okozott, és könnyen kellemetlen kérdezősködéseknek lehettem volna kitéve, ám bár a mi becsületes táblabíráink felől világvégeig ellappanghat az ember ez országban, amire élő példák vagyunk. Mi ketten! A szökevény büszke volt erre a jó ötletére. De hát különben is, el akartam menni komáromból, mert már meguntam, hogy hazavárjalak. Megállj, mondám, tudom én, hol vagy te. Én tudom azt, hogy miféle külföld az, ahol te az ország sorsát intézed. Nincs az semmi ismeretes világrészben, mert az a senki szigetén van. Megyek utánad oda! Tímár ennél a szónál indulatosan kiáltott fel. Te ott voltál a szigeten? reszketett a haragtól és az ijedelemtől. – Ne ugrálj, barátom! – Csitítál őt a kalandor. – Ez a fegyver meg van töltve, s ha mozdulsz, eltalál sülni, és aztán nem leszek az oka. Különben is nyugtasd meg magadat, az én bajom lett az is, nem a tiéd, hogy oda mentem. Öhó! Mindig én fizetem meg helyetted a táncmulatságban a belépti díjat. Ez már olyan, mint a tíz parancsolat. Te táncolsz, én megfizetek. Te lefekszel én helyettem az ágyra, engem meg kidobnak te helyetted az ajtón. Hogy minek mentem én a senki szigetére? Hát annak, hogy téged ott találjalak. Te pedig már akkor eljöttél onnan. Én nem találtam ott egyebet, mint Noémit, meg egy kis parancsot. Ej, ej, Mihály barátom, kinézné ki belőled ezt a hamisságot? De csit! Ne szóljunk felőle senkinek. Dódikának hívják, ugye? Kedves kis okos gyermek, hogy félt tőlem azért, hogy a fél szemem így be van kötve? Noém is nagyon megijedt tőlem, az igaz? Csak kettecskén voltak az egész szigeten. Mennyire sajnáltam, mikor megtudtam, hogy a jó Teréza mama meghalt. Áldott jó teremtés volt. Bezzek, ha ő még otthon lett volna, majd engemet is másképpen fogadtak volna. De képzeld, az a Noémi még csak le sem engedett ülni a háznál. Azt mondta, hogy fél tőlem ő is, és Dódi még jobban. Csak ketten vannak az egész tanyán. Na hisz, éppen azért jöttem én, hogy legyen valaki, aki megőriz benneteket, egy férfi a háznál. Közbevetőleg mondva, mit adtál te ennek a leánynak inni, hogy olyan szép? Igazán olyan gyönyörű teremtés lett belőle, hogy az embernek a szíve megmozdul rá. Ezt nem is késtem neki megmondani, ekkor aztán igyekezett csúnya képet csinálni. Én tréfálni akartam bele. Azt mondtam neki, hogy illike a vőlegényére ilyen vasvilla szemeket vetni. Akkor csavargónak nevezett, és azt mondta, hogy takarodjam a házából. Én azt mondtam neki, hogy elmegyek, de ekkor őt is magammal viszem, És valahogy áttaláltam karolni a derekát. Tímár szemei szikrákat szórtak. Csak marad ülve, pajtás! Nem a te bajod ez, hanem az enyém. Akkor ez a leány egy akkora pofont adott az ábrázatomra, hogy az őrnagytól kapottal kétszer felért. De a históriai igazság kedvéért meg kell mondanom, hogy a másik pofámra adott, mint az őrnagy, és így a szimmetria helyre lett ütve. Tímár arca nem bírta megtagadni valami derengését az örömnek. Ágo gracias ez is az enyém volt. Hanem ekkor komolyan megharagudtam rá. Asszonyokkal verekedni nem szokásom. El van ismerve felőlem, hogy a nőnemnek feltétlen tisztelője vagyok. De bosszú és elégtétel után vágytam. No hát megmutatom, hogy azért is velem fogsz jönni, ha itt nem engedsz maradni, majd követni fogod ezt. Azzal megkaptam a kis dódit kezénél fogva, hogy magammal viszem. Átkozott! Kiállta fel Tímár. No, no, barátom, Egyszerre csak egyikünk beszélje, majd mindjárt rád kerül a sor, és akkor beszélhetsz még sokat is. De elébb hallgassd végig, amit én mondok. Nem jól adtam elő, hogy csak ketten voltak a háznál, mert hárman voltak. Az az átkozott fenevad, az almira is ott volt, ott feküdt az ágy alatt, s egész idő alatt úgy tett, mintha rám sem ügyelne. Mikor a gyermek sikoltani kezdett, a cudardög egyszerre előrohant az ágy alul, anélkül, hogy valaki hívta volna, s nekem ugrott. Hanem én is szemmel tartottam a fickót, és kirántva zsebemből a pisztolyomat, keresztül lőttem ő nagy kutyaságát. Csikos! örgé már. Jaj, pajtás, ha csak ez az egy kutyavér terhelni a lelkemet, aztán a gazszelindek nem döglött ám meg rögtön attól az egy gulyótól. Fel sem vette. Annál dühösebben ugrott rám. Keresztül harapta a balkaromat, lerántott a földre, s akkor leszorított, hogy nem bírtam moccanni alóla. Hasztalan igyekeztem a másik pisztolyomhoz hozzájutni, úgy tartott a fogai közt, mint egy tigris. Utoljára Noéminek kezdtem könyörögni, hogy szabadítson meg. Noémi megszánt, el akarta rólam vonni a fenevadat. Az annál dühösebben szorította a karomat fogai közé. Végre azt mondta Noémi, könyörögj a gyermeknek, ő rá hallgat az eb. Én aztán Dódinak könyörögtem. A gyermek jószívű, szívű, megszánt, odajött, átölelte Almira nyakát karjaival. Arra a kutya föleresztett, és engedte magát a gyermektől csókoltatni. Tímár szemeit elfutotta a könyv. Én tehát! Itt is meglettem csúfolva, szólt Krisztián Tódor, és azzal felgyűrte szennyes, véres ingujját balkarjáról. Nézd! Itt a kutyaharapás sebei a karomon. Mind a négy kutyafog, ahogy keresztül harapta az izmaimat a csontig. Ez a numeró negyedik emléktetőled. Egy eleven album az én bőröm, tele a te kapott sebekkel. Bélyegsütés, sütés, lánctörés, kardvágás, kutyaharapás, mind, mind a te baráti emlékjeleid a testemen. Most mondd, hogy mit csináljak én te veled, hogy ki legyünk egymással egyenlítve? Mikor azt mondta a szökött fegyenc témárnak, már most mondd meg, mit csináljak én most te veled, akkor egészen le volt vetkőzve előtte. És Tímárnak látnia kellett őt azokkal a borzasztó sebekkel, mikkel fejétől bokájáig meg volt bélyegezve. Ezeket a sebeket ő miatt a hordja és a lelke is éppen olyan mesztelenül állt előtte, az is tele utálatos helyekkel, és azokat is az ő keze verte rajta. Ez az ember tudja azt jól, hogy ti már ő csak játszott, mikor Brazíliába oly nagy lelkű ajánlatta hogy számított az ő rossz hajlamaira, mikor pénzében sáfárrá tette, hogy csak el akarta őt tenni lába alul ez az ember tudja azt, hogy ti hogyan gazdagodott meg, és irigy reá Ez az ember tudja azt, hogy ti már megcsalta Noémit, és megcsalta Tímeát. Elvette mind a kettőt, és ez az ember most féltékeny és dühös mind a kettő miatt. Minden emberi rossz indulat elmérgesült kelevényként rágódik lelkén, és most ő ennek az embernek a kezében van, kényre-kegyre még csak anyagi, testi védelemre sem érezné magát képesnek vele szemben. Olyan gyöngeség állta el tagjait, mint egy álmában üldözöttét. Ez összesebzett alaknak látása varázsló rontást követett el rajta. A kalandor tudja ezt jól. Már nem is használja ellenében óvakodó rendszabályait. Fel kell. A puskát oda támasztja a kandallóhoz, és félvárról beszélt témárhoz, visszafordított arccal. Na, most toalettemhez fogok látni. Amíg ezzel elkészülök, addig gondolkozzál felőle, hogy mit felej nekem arra a kérdésre, hogy mit csináljak én most te veled. Azzal magával hozott, kopott öltöny darabjait egyenként behaigálta a kandallóba, azok süstörökbe lobogtak fel, lángot vetve a kürtőbe, s azután felöltögette egész kényelemmel a tímártól kapottakat. A kandalló párkányán megtalálta tímár óráját, azt a mellény zsebébe tette, s ingombját az ingelőbe kapcsolgatta. Még arra is ráért, hogy szakállát megfésülje a tükör elé állva. S amint készen volt, úgy felvágta a fejét, mint aki megvan van vele elégedve, hogy na no most már egész gentlemannek néz ki. És azután, két lábát szétvetve, s karjait mellén összefonva, a kandalló elé állt. Nos, barátom, cimborám! Ti már megszólalt. Mit kíván ön? Aha, megszólalsz már! <fúrcsa> Furcsa volna, ugye, ha azt mondanám, hogy fogad fogért, szemet szemért. Eredj oda! Süttesd a hátadra te is azt az akasztófa jegyet. Vasaltasd oda magadat a gályapathoz. Kergettesd magadat földön, vizen, erdőn, városon keresztül. Menekülve cápák elől, indiánok, jaguárok, csörgőkígyók elől, rendőrök elől. Aztán vágasd magadat fejbe a feleséged imádója által karddal párbajban, aztán haraptast keresztül a karodat a szeretőt kutyája által. Akkor aztán osztozzunk meg a maradékon. Na látod, én nem vagyok ilyen kegyetlen. Nem beszélek többet előtted a sebeimről. Ebb csont beforr. Kegyelmesebb akarok hozzád lenni. Alkodjunk meg. Kell pénz? kérdé már. Az is kell, de arról majd később szóljunk. Egyelőre beszéljünk arról, ami neked is, nekem is közös érdekem. Nekem szükséges egy időre eltűnnem az ismeretes világból, mert most már nem azért üldöznek, hogy a te pénzedet elköltöttem. A gályapadról való elszökésemet nem engedik ám el, sem a vízbe dobott porkolábot. Azért most engemet egy ideig a te pénzed nem üdvözít, míg a hátamról ezt a bélyeget és a bokámról ezt a békó törést valahogy el nem pusztítom. Az elsőt majd föletetem kis sárfűvel, az utolsón segítenek ásványos lábvizek. Attól nem félek, hogy te üldözőimet nyomomba igazítsd. Annál több eszed van. Sőt, szívesen rejtegetnél, eltagadnál, ha keresnének. Kiadnál legközelebbi rokonodnak, ha nálad találnának. Arany Aranyember vagy, hanem kötve hiszek a komának. Az mégis megeshetnék rajta minden jó barátságunk mellett, hogy egyszer véletlenül valaki főbe kólint az utcán, vagy az útfélen, hol mi jó szívű zsiványok agyonlőnek, vagy egy barátságos pohár borral arra az útra küldel valaki, amelyen Ali Csorbadzsi eltávozott. Nem, kedves barátom, én nem mernélek felkérni, hogy töltsd meg még egyszer a számomra ezt a kancsót, még ha magad innál is belőle elébb. Nagyon fogok magamra vigyázni. Tehát mi kell önnek? Önnek, ugye? Csak nem akarsz velem pertú lenni, derogál a társaság. Hogy mi kell nekem? Kérdezzük elébb, hogy mi kell a nagyságos úrnak. Tehát a nagyságos úrnak az kell, ugyebár, hogy én hallgassak el mindazokkal a titkokkal, amiket megtudtam. Képes volna nekem ezért százezer frank rantot biztosítani francia állampapírokban? Ti már nem is gondolkozott a feleleten. Igen, a kalandor nevetett. Nekem nem kell ilyen nagy áldozat, nagyságos úr. Mondtam már, hogy pusztán pénzzel ér rajtam segítve nincs. Ilyen bélyegzett embert, ilyen rossz szokásokkal akárhol elcsípnek, és akkor mit ér nekem a százezer franknyi apanás? Nekem, mint mondám, nyugalom kell és búvóhely, mégpedig jó hosszú időre, és ott kényelmes és gondtalan élet. No hát, nem olcsó kívánság ez? Végezze ön, mit akar. No hát elvégzem. Látom, hogy a nagyságos úr türelmetlen. Talán aludni is mehetnék már? Eszónál ismét kezébe vette a puskát a kalandor, s a székbe leülve úgy fogta a fegyvert két kezébe, mintha minden percre készen akarna lenni vele a lövésre. Tehát nem kérek én most a nagyságos úrtól százezer frank rantot, hanem kérem a nagyságos úrtól a senki szigetét. Tímárt, mintha villanyütés érte volna. Ez a szó felzavarta kedélytompulását. Mit akar ön azzal? Legerőször is egy menedéket, ahova én nekem semmiféle nemzet szaglászó kopói nem járhatnak. Azután természetesen azt, hogy nagyságod engemet azon a szigeten, mindaddig az ideig, amíg nekem is nagyságodnak is kívánatosnak látszik, ott időzésem alatt ellássam mindennel, amit a testem kíván. Mindennel, ami drága és jó. Tímárt most már bosszantotta ez az ízetlen kívánság. Ne ügyetlenkedjék ön velem. Kérjen tőlem összeget bármilyen nagyot menjen vele, ahova akar. Használja fel, ahogy tetszik, de azt a szigetet nem adom. Az ostoba kívánság. Nem ostoba kívánság, az méltóságos uram lássa, annak a szigetnek olyan kiváló, jó levegője van, és ez az én Dél-Amerikában megrongált egészségemnek annyira kívánatos. A kedves, megboldogult Teréza mamától hallottam, hogy ott olyan füvek teremnek, amik minden sebet begyógyítanak. Diószegi füvészkönyvében olvastam, hogy még a fazékban fővő húst is képesek összeforrasztani. Aztán nekem a sok izgalom után csendes, kontemplatív életre van szükségem. A szibarita életmód után, az aranykorbeli rurális élvezetek után vágyom. Adja ön nekem, excellenciás úr, a senki szigetét. Kegyelmes úr, szerenisszime! A kalandor a felbont puskával a kezében olyan gúnyosan könyörgött. Ej, ön bolond! mondta Tímár, kit bosszantott az ingerkedés, és egyet taszítva a székén hátat fordított Krisztián Tódornak. Ah, ne fordítson ön nekem hátat, kegyelmes uram! Szenyor, egy milord, pan velkomoznye, minher, Monsenyor! – gazpodnye, effendim! Micsoda nyelven hajlandó ön meghallgatni egy szegény földönfutó instanciáját! Ez az ízetlen gúnyolódás nem volt előnyére a támadónak. Kisebbítette a rossz igézet benyomását Tímára. Ez kezdett felocsudni kábulatából. Ahhoz a gondolathoz menekült, hogy itt egy megfélemlett emberrel van dolga, aki csak ugyan félti a saját bőrét. Bosszusan szólt oda neki. Végezzen! Nem akarok önnel hosszasan értekezni. Mondjon valami összeget, megkapja. Ha sziget kell önnek, vegyen magának egyet a görög archipelagusban, vagy Kínában. Ha üldözéstől fél, menjen Rómába, Nápolyba, Sziciliába, adja ki magát Márkinak, legyen jól a kamorrával, és nem fogja bántani senki. Pénzt adok önnek, a szigetet nem adom. Úgy, hát már olyan büszkén beszél velem, kegyelmes úr. A vízbe bukott cimbora kezd magához térni az első ijegységből, és ki akar úszni? Na megállj, hát majd még egyszer lebuktatlak. Azt gondolod magadban, ugye? Hát csak erre egy te rongyos. Keres magadnak valakit, akinek elmond, amit rólam megtudtál. A legelső tréfa az lesz, hogy elcsípnek, becsuknak, ott felejtenek a kutyajukban. Úgy megnémítanak, hogy senkivel sem beszélsz többet. Más emberi dolog is történhetik rajtad, ki fog róla tehetni, ha az útban valaki hátba lő, mikor ártatlanul ballagsz. Ki keresi, ha a kadáveredet kivetette a duna, magad ugrottál a vízbe, vagy úgy taszítottak bele. És a legrosszabb esetben, ki fogja a temesédet elhinni, te ágról szakad, ha én az aranyember magasra emelt arccal azt mondom, nem igaz. Nekem van pénzem sok, ha a tanú, ha a vádló olyan bolond, hogy pénzért meg nem engedi magát vásároltatni, majd a bíró, a törvényszék okosabb lesz, az aranyat a sárból is fölveszik. Te ilyesmit gondolsz? Látom, de hát hallgasd meg, hogy milyen furfangos emberrel van dolgod. Érd meg végig jól, hogy tetőtől talpig meg vagy kötözve s tehetetlenül heversz előttem, mint a zsiványoktól megkötözött fösvény, akinek tűrnie kell, hogy töviseket vernek a körmei alá, kitépik szálankint a szakállát, forró fagyút csepegtetnek a bőrére, míg előadja eldugott kincseit. Én is így fogok veled tenni. Majd, ha nem állhatod, hát ordíts fel, hogy elég! Ti már... A kínzott ember halálos kíváncsiságával figyelt a fegyenc szavaira. Én még eddig senkinek egy szót sem szóltam a felől, amit rólad megtudtam. Becsületemre mondhatom. Azon a kis plegykálkodáson kívül, amit komáromban kiszalasztottam a számon, semmit nem beszéltem felőled. Annak meg nem volt se húsa, se csontja, hanem mindazt, amit felőled tudok, megírtam. És itt van a zsebemben, mégpedig négy különböző cím alatt, s négyféle kép fogalmazva. Az egyik denunciáció a török kormányhoz van címezve, melyben fölfedezem előtte, hogy Ali Csorbadzsi miket hozott magával Sztambulból, ami egy összeesküvő konfiskálásra szánt vagyona a szultán Kaznéját illeti sőt, talán onnan is való, s hogy ezek a kincsek apám leírása nyomán darabról darabra megnevezve kinél kaphatók, s hogy jutottak annak a kezébe. A második levélben följelentelek a bécsi kormánynak, mint Ali Csorba gyilkosát és kincseinek elrablóját. Ne felejtsd el, hogy hirtelen meggazdagult embernek mindig sok ellensége van. A harmadik iratom szól Levetinciné asszonyságnak komáromba. Őnek is megírom, mit tettél az apjával, hogy jutottál anyjának gyémántos keretű arcképéhez és a többi drágaságokhoz, miket neki ajándékoztál. De neki egyúttal még többet is megírtam. Azt, hogy hol vagy te olyankor, mikor otthon nem vagy. A senki szigetének titkos örömeit. A másik nővel folytatott szerelmedet a csalást, amit rajta elkövetsz. Beszélek neki Noémiről és Dódiról. Nos, verjek még több tövista körmeid alá. Tímár melle nyugtalanul zihált. No hát, ha nem szólsz, folytassuk, szólt kegyetlenül a szökevény. A negyedik levél pedig szól Noéminek. Ebben aztán el van mondva minden, amit ő még felőled nem tud hogy itt a világban nőd van, hogy te előkelő úr vagy, hogy őt meggyaláztad, hogy soha övéd nem lehetsz, hogy csak kéjeidnek áldozod őt fel, és gonosztevő vagy. Hát mégsem ordítasz kegyelemért. Na hát vegyük elő a forró fagyút. Én olyan bolond nem vagyok, hogy ezeket a leveleket a zsebemben hordozzam, és azokat te valami brávód, ha egyszer lekólinthatott valami félreeső helyen elvegye, és kezedbe adja. Amint te azt mondod, hogy nem alkuszol, azt mondom, alászolgálja, örülök, hogy volt szerencsém, ajánlom magamat, és itt hagylak egész tisztelettel. Hanem innen egyenesen megyek át, odani, látod azt a kettős tornyot? Az ott tihany! ott becsületes barátok laknak. Az egy konvent, ott leteszem biztos és hiteles helyre a leveleket, és arra fogom kérni a perjelt, hogyha én egy hét múlva e levelekért vissza nem jönnék, juttassa el őket címzeteik helyére. E szerint engemet hiába tennél el lábalul, a levelek eljutnak rendeltetésük helyére, és akkor azután neked nincs többé maradásod ebben az országban. Haza nem mehetsz, mert feleséged, még ha az apja haláláért megbocsátana is, nem bocsátana meg Noémiért. A törvényszék vizsgálatot fog ellened rendelni, és elő kell állanod rejtelmes gazdagságot keletkezésének történetével. A török kormány is be fog perelni, az osztrák kormány is, az egész világ megismer, amilyen aranyember ember voltál eddig, olyan sár ember fogsz lenni ezentúl. És nem menekülhetsz a senki szigetére sem, mert ott meg Noémi fog előtted ajtót zárni. Ez a nő büszke, és hamar átváltozik nála a szerelem gyűlöletté? Ne. Nem. Semmi sem marad fenn számodra más, mint szökni az ismerős világból úgy miként én, eltagadni a nevedet, úgy miként én, lappangva bujdokolni városról városra, úgy miként én, és rettegni az ajtóhoz közelítő lépések zajától, úgy miként nekem. Nos, hát menjek, vagy itt maradjak? Maradj, Nyögé a kínzott ember. Aha, előadod már szólt a fegyenc. No hát, üljünk le még egyszer. És kezdjük megint elő. Tehát, legelőször is ideadod a senki szigetét. Tímárnak egy gyönge ellenérve akadt, melyet oltalmára fordított. De hiszen a senki szigete nem az enyém, hanem Noémié. Nagyon helyes az észrevétel, hanem az én kívánságom megint egészen alapos. A sziget Noémié, hanem Noémi meg a tied. Mit akarsz? Kérdé vadúr rátekintve már. No, 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 csak ne forgasd a szemeidet olyan nagyon. Hát nem tudod, hogy meg vagy kötözve? Menjünk rendében és sorjában. A dolog így lesz. Te egy levelet írsz Noéminek, amit én magam viszek el neki. Ezóta a csúf fekete dög meggebet már, s bátran járhatok a szigetre. A levélben szépen elbúcsúzol tőle. Elmondod neki, hogy el nem veheted, mert tégedet már korábbi családi viszony kötelez felbonthatatlanul, feleséged van, a szép Tímea, akire Noémi bizonyosan emlékezni fog. De megírod neki, hogy sorsáról tisztességesen gondoskodtál, visszahozattad messze más világból egykori eljegyzett vőlegényét, aki igen derék, kitűnő és szép Deli ifjú, és aki őt most is kész elvenni, szemet az eddig történtek fölött. Minden jóval elfogod őket ezentúl is látni. Rájuk adod áldásodat, éljenek egymással boldogul. Mit? Te Noé, mit is akarod? Hát mi az ördög? Csak nem gondoltattál, hogy Robinsonnak akarok beállni a te rongyos szigetedre? Nekem kell valaki abban a magányban, aki az életemet megédesítse. Oda át a csömörig jól laktam a fekete szemű, fekete hajó asszonyokkal. Most, hogy Noémi aranyhajá. Kék szemeit megláttam, egészen bele vagyok bolondulva. Aztán ő engem pofon ütött, kikergetett, nekem ezt meg kell torolnom. Hát lehet nemesebb viszontorlás, mint csókkal bosszulni meg a pofont. Én ura akarok lenni ennek a bakrancos tündérnek, ez a kaprisom most. S hát, aztán te mi megűtőlem. meg őt tőlem? Nem vagyok-e én eljegyzett vőlegénye Noéminek, aki őt törvényes nömmé tehetem, aki becsületét visszaadhatom, míg te el nem veheted őt, soha csak szerencsétlenné teszed. Ó, ez az ember egyenesen a szívére csepegtette Tímárnak a forró fagyút. Kíván tőlem! Minden vagyonomat, rebegé, könyörgő szóval a kalandornak. Hagyjuk azt későbbre, még rákerülhet a sor, de most legelőször ezt kívánom. Semmit egyebet! Csupán Noémit! Nem is a tiedet kívánom, csupán a magamét! Tímár a kezeit tördelte kinyában. Nohát, írod azt a levelet Noémihez? Vagy elmenjek tihanyba ezzel a négy levéllel? Tímárnak a fájdalom e szót hozta ajkára. Ú, uh, a kis Dódi! A szökevény hegyke gunnyal nevetett rá. Leszek neki apja! Nagyon jó apja fogok lenni! Abban a percben Tímár Mihály egy ülő helyéből, mint a jaguár, egy szökéssel odaveté magát a kalandorra, s mielőtt az a fegyvert használhatta volna, megragadta őt a két karjánál fogva, egyet rántott rajta előre, egyet taszított rajta hátra, és ettől a lódítástól az ember kirepült a nyitott ajtón keresztül a folyosóra, ott hanyat vágta magát. Feltápászkodott, s mintha még mindig a ma veszedelmes lökés mozdereje alatt tántorogna, elbotlott a legelső lépcsőben, s úgy kalimpázott alá hörögve, és károm a lépcső aljáig. Odalent sötét volt, és csendes éjszaka. Az egyetlen ember, aki kettőjükön kívül még e téli kastélyban lakott, süket volt, és részegen aludt.